Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Erre megadja a választ a kivetés, ez a jóslás, tehát a kártyák mutatják azt, hogyan érzi magát, mit gondol és mit fog tenni. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a ravaszróka. Ez lehet egy negatív gondolat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. De nem hiszem, hogy így van, hiszen itt süt a nap, tehát vannak nála tiszta gondolatok. A kártya kombináció arra utal, hogy van egy hamis személy a környezetében, aki hazudik, vagy becsapta őt, vagy irigy, vagy féltékeny, és figyelgeti őt, és a nap azt jelenti jelenleg, hogy ő átlát ezeken a dolgokon, átlát ezen a hamisságon, észrevette azt, hogy ki mivel csapja őt be, hol van a hamisság. Hogyan érzi magát? Itt a kezébe veszi ezt a kulcsot, és cselekedni fog. Ez a kulcs jelenti az ő magabiztos fellépését. Ő használni fogja ezt a kulcsot, és lezár bizonyos dolgokat. Lehet, hogy ez a levél pontosan ez a hír, hogy kimondja a véleményét, lezárja ezt a kapcsolatot. Ezzel a kulccsal kinyithat valamit, le tud zárni valamit, vagy kinyit valamit. Bizonyos kapcsolatokat lezár, például ezzel a hamis személye, és egy időben kinyílik egy új ajtó feléd, mert tisztázza a dolgokat, ír neked, és kimutatja a nyitottságát. Nyitott veled bizonyos dolgokról beszélni. Mit fog tenni? Itt látható a szerencse. Akkor is, ha valami még átláthatatlan, hiszen nem tudja azt, hogy hogy fogsz reagálni ezekre a dolgokra, kicsit bizonytalan. Akkor is, ha megvan a magabiztos fellépése, de nem tudja azt, hogy mi lesz a válaszod. De bízik benne, hogy minden jóra fordul, hiszen itt van ez a szerencse, és ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy akkor is, ha valami még átláthatatlan kettőtök között lesz egy szerencsés fordulat. Amit a felhő még jelenthet, az az idő, mégpedig fél évet. Lehet, hogy ez a hamisság, vagy ez a hamis kapcsolat fél évvel ezelőtt volt, de akkor még nem látott át a dolgokon. Minden olyan volt, mint ez a felhő, átláthatatlan, de jelenleg rájött arra, hogy ez a személy becsapta őt, vagy hazudott neki. És most megnézzük azt, hogy mi fűz össze benneteket. A fa. Itt megvan a gyógyító erő. Tisztázódnak, rendeződnek a dolgok. Amit a fa még jelent és kihalt a párkapcsolatotokra, a biztonság érzete, ahol mindketten le tudtok gyökerezni. A fa jelenteti a természetet, hogy megvan nála ez az elképzelés, hogy legyen egy kirándulás. A fa jelenti azokat a dolgokat is, ami növekszik, de lassan. Mert egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsöt hoz.
Tehát kell a türelem, amíg meg lesz mindkettőtök részéről a biztonság érzete, ahol le tudtok gyökerezni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!